Mai videómban az egyik kedvenc polírozó pasztámat, a CarPro Ultracutot és a hozzá tökéletesen összhangba illő egyik kedvenc vágókorongomat, a Rupes kékszínű gyapjú korongját fogom nektek bemutatni és letesztelni ezen a fekete színű, brutálisan összekarcolt motorháztetőn. Ha érdekel titeket az eredmény, akkor maradjatok itt és jó szórakozást kívánok mindenkinek! Pár szó a pasztáról. A CarPro Ultracut a CarPro-nak a legdurvább vágópasztája. 2020 végén adta ki a koreai gyártó, tehát lehet azt mondani, hogy a CarPro-nak a legdurvább és a legújabb pasztája. Idei évben nagyon sokat használtam, nagyon jók a tapasztalataim, nagyon szépen, mélyen vág, minimálisan porol. Szinte lehet azt mondani, hogy teljesen hologrammentes. Viszont, ha egy rétegben szeretnénk használni, akkor nem igazán ajánlom, hogyha van lehetőségünk, akkor mindenképpen próbáljunk hozzá egy befejező fényesítő réteget. Erre én a CarPro Reflectet és a CarPro Essence-t ajánlom. Ez a három paszta, vagy esetleg a két paszta kombinációja egy tökéletes hármast alkot. Van rá lehetőségetek, akkor próbáljátok ki. Nem a legolcsóbb termékek, de viszont úgy gondolom, hogy a minőség mindenképpen az egyik legfontosabb tényező az autóápolás világában. A polírozó korong, amit használni fogok, az szintén az egyik kedvenc termékem, már nagyon sok videómban láthattátok, ez nem más, mint a Rupes kékszínű hibrid gyapjú korongja. Évek óta használom, szinte csak jókat tudok róla mondani, nagyon szépen vág, és ami az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy nagyon strapabíró korong. A szivacsos részének köszönhetően nagyon szépen felfekszik a felületre. Hát ez sem tartozik a legolcsóbb termékek közé, de úgy gondolom, hogyha minőséget veszünk, akkor minőséget adunk, és ez az egyik legfontosabb az autóápolásban. Na és akkor nézzük is meg, hogy mind fogok dolgozni. Mercedes V204, fekete színű. Mutatok is róla pár videófelvételt, és nézzük meg együtt, hogy milyen állapotban van a fényezés. Egy hologram lámpa segítségével megvilágítom a felületet, így valamilyen szinten könnyebben észrevehetőbbek a karcolások. Hát rengeteg karcolás van rajta, rengeteg mosókarcolás, rengeteg mosónyom, hologram. Az autó 2010-es évjáratú, a 11 év alatt véleményem szerint polírozva soha nem volt, viszont mosva annál többször. Hát ez a tipikus agyonkarcolt fekete. Aki polírozással foglalkozik, annak szerintem ez nem újdonság. Körbe maszkoltam egy körülbelül 50x50 cm-es részt, itt fogok dolgozni, egy percig fogok polírozni, mobiltelefonnal fogom mérni, majd utána megmutatom az eredményt. A polírozógép, amit használni fogok, az a Rupesnek a legújabb excenteres polírozógépe, a Mark 3-as. Lássuk is neki, felviszek a korongra, 4 darab kisebb borsószem nagyságú polírpasztát. Ezt egy kicsit belemasszírozom a korongba. Felviszek rá újabb 4 adagot, és akkor ezzel így elkezdem a polírozást.
Az első réteggel meg vagyok. Nézzük is meg az eredményt. Ez itt még az összekarcolt felület, ahogy lássuk. És akkor belemegyünk a polírozásba. Azt nem mondom, hogy teljesen karcmentes, de egy rétegbe úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett a CarPro Ultra Cut Pasta és a Lupez kékszínű gyapjú korong párosa. Úgy gondolom, hogy a karcoknak a 99%-a egy rétegben eltűnt. És ezt a minőséget még bőven, de bőven lehetne fokozni. Esetleg még egy réteggel, majd befejezésképpen még egy hologrammentesítő, fényesítő polír réteggel. Elégedett vagyok az eredménnyel, viszont úgy gondolom, hogy felviszek még egy réteget, majd utána leveszem a szalagokat, és újból megmutatom az eredményt. Rétegben políroztam a CarPro Ultra Cut pasztával. Lekerültek a szalagok, nézzük is meg együtt, hogy milyen lett az eredmény. Teljesen karcmentes lett két réteg után. Nagyon-nagyon-nagyon szinte lehetetlen karcot találni. Megpróbálok még jobban elközelíteni. De szinte szabad szemmel is nagyon nehéz észrevenni. Megvilágított hologram lámpa segítségével is nagyon nehezen találok karcokat. Azt lehet mondani, hogy ez teljesen karcmentes. Előtte, utána, előtte, utána. Hibátlan. Erre még fel kell vinni egy fényesítő réteget, és úgy gondolom, hogy tökéletes munka. Szerintem mindenki elégedett lehet egy ilyen szintű felpolírozott felülettől. Szó szerint ez hihetetlen különbség. És csak két réteg. Na hát ezt tudja a CarPro Ultra Cut Pasta és a Rupes kékszínű hibrid gyapjú korongja. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett nektek, és szeretnétek még ehhez hasonló tesztvideókat látni, akkor kérlek titeket, írjátok meg kommentben. Addig is köszi a feliratkozást, találkozunk legközelebb. Sziasztok!